Wow. Hát sziasztok! Nem is tudom, hogy hogy kezdjem ezt a videót, hogyha őszinte akarok lenni. Ez az első olyan videóm, amihez írtam vázlatot. Soha nem csináltam még ilyet. Viszont szerettem volna, hogyha ez egy olyan videó lesz, ahol tényleg részletesen mindenem végig tudok menni. Nagyon sok üzenetet kaptam tőletek mostanában, hogy mi újság, hogy vagyok, remélik, hogy nincsen baj, nem azért vagyok eltűnve, stb. 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 És arra gondoltam, hogy a JDS Story óta nem volt ilyen life és health update, úgyhogy arra gondoltam, hogy most egy kicsit felvilágosítalak titeket, hogy mi is van velem mostanában. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy hónapok óta most először vettem elő a Dyson-nak a göndörítő részét, és mai napig meglep, hogy milyen szinten durván begöndöríti a hajam. Úgyhogy most egy kicsit még bodribb vagyok, mint terveztem, de valószínű, hogy ez ki fog engedni. Biztos, hogy ki fog engedni. Oké, okay. szóval. Hónapról hónapra végig fogunk menni mindenen. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy ezt ilyen nyafogós, sajnálatos videónak tervezem, csak szeretnék tényleg őszinte lenni és elmondani, hogy mi történt az elmúlt pár hónapban, és hogy mire számíthattok. és igen. Azzal kezdeném, mert tegnap kitettem elképesztően boldogan Instára egy sztorit, mi szerint megérkezett az antimeti rendelésem, és szerintem akik itt vannak Youtube-on, azok uh, tudják, hogy elképesztően hányás vagyok, és már csak a mentális állapotom miatt is szükségem van arra, hogy a házban legyen antimetil, ami Hányinger elleni gyógyszer? Nem gyógyszer, gyógyhatású készítmény. És kettő hónapja egy darab szemet őrizgettem arra a pillanatra, amikor elképesztően bepánikolok és rosszul leszek. Szerencsére ez a pillanat nem jött el, és azt hiszem, hogy Görögországból rendeltem, mert abban a pillanatban ott volt a legolcsóbb a szállítás. Dayton hiányzik hónapok óta. Úgyhogy megrendeltem. Ja, és a lényeg, ami miatt elkezdtem ezt az egész sztorit, hogy mindenki, az azt jelenti, hogy vagy 40-en írtatok rám privát üzenetben, hogy terhes vagyok-e. Nem vagyok terhes, csak szimplán hányásfóbiás vagyok, és egy kicsit kattos. Úgyhogy most, hogy ezt tisztáztuk, kezdjük el a videót! Április. Ha megnézitek a csatornámat, akkor látszik, hogy áprilisban még egészen aktív voltam, volt pár sminkes videó, ilyen-olyan videó, Bencével, nem is tudom hirtelen már, hogy mik voltak, de a lényeg az, hogy még egészen rendszeresen videóztam. Áprilisban viszont eldöntöttem, hogy uh, egy kicsit mélyebben is utána szeretnék járni, hogy mi a problémám, ugyanis azóta, hogy leletvéve a Jades, a bőröm tisztult, de még mindig nem tisztult ki. Pár kilót tudtam fogyni, de még mindig nem annyit, amennyit szerettem volna, és közel sem olyan ütemben, mint ahogy szeretném. És ez egy reális szeretném, nem olyan, hogy 10 kilót akarok egy hét alatt lefogyni, hanem tudom, hogy mi a normális és az egészséges, de nem működik. Úgyhogy arra gondoltam, hogy elindulunk egy kicsit mélyebben, és megnézzük, hogy mi a helyzet, és Elkezdtem érezni április előtt egy-két hónappal, hogy fura itt a környékén. Igazából az egész torkom párszor ilyen gombóc is van nyelésnél, ami egyébként régebben is volt, de aztán elmúlt. És most megint visszajött, és nem tudtam igazából, hogy uh, mi a helyzet ezzel. Úgyhogy elmentem egy palzsmirigyótra hangra, ahol. Uh, Megállapították, hogy az egyik oldalon 50-a másik oldalon 60%-kal nagyobb a palsmiri a kelleténél, ami alulműködésre utal. Ezután, eh, amikor ez kiderült, akkor hazajöttem, és itt elmentem vérvételre, egy kifejezetten pajsmirigy, eh, alulműködésre specializálódott vérvételre, ami kimutatta, hogy ahogy látjátok, a hormon kettő fő hormon szintje rendben van. Viszont az antigének nem. Ami ugye utal egy autoimmun betegségre, ami nem más, mint a Hashimoto, aminek a tüneteit egészen kiválóan hozom. Nem akarok itt nagy képűsködni, de majdnem mindenem megvan. Nyilván nem szó szerint, mert elképesztő mennyiségű tünetet tud produkálni a hasimotó. Szerencsére azért közel sem mindegyik, de egész sokat ki tudok pipálni onnan, ami sajnos jelentkezik nálam is. Ezután elmentem egy nőgyógyászhoz, aki endokrinológus is egyben. Gondoltam, majd megnézi a leletemet, és megmondja, hogy mit kellene csinálni. Illetve uh, szerettem volna megnézetni PC-óra is a kis méhemet és petefészkeimet. PC teljesen kihúzta, azt mondta, hogy uh, szinte nincs az a lehetőség, hogy nekem pc om legyen. Viszont azt mondta, hogy a lelet alapján, viszont azt mondta, hogy a lelet alapján nem indokolt, hogy a pajzsmirigyemre gyógyszert szedjek, úgyhogy nem jutottunk igazából sokkal előrébb. Ellenben felírt nekem körülbelül tíz dolgot, amit vérvétel alapján szeretne még megnézetni velem, ami azon kívül, hogy nem egy olcsó kör. Három vagy négy dolog van, amit menstruációm második vagy harmadik napján vett vérből kell megnézni, ami azért problémás, mert ha bár rendszeres a menstruációm, annyira nem rendszeres, hogy be tudjam lőni, hogy pont azon a pintek tizen nem tudom én hanyadikán leszek második vagy éppen harmadik napon, úgyhogy ez egy kicsit Netszesen fog működni, és mindjárt mondom még, hogy miért, mert még mindig nem történt meg ez a vérvétel. Az első alkalommal úgy csúsztam le a második és harmadik napról, hogy eredetileg is mensi előtt pár nappal voltam a nőgyögyénél, ami azt jelenti, hogy nem volt időm bejelentkezni sehova. Itt szeretném még gyorsan hozzátenni, hogy ö, kaptam egy. Ez teljesen más egyébként, nem ehhez a storyhoz kapcsolódik, de kaptam egy doboz Diferin tubus, egy tubus Diferin krémet, zselét, és ebben a hónapban, hónap végén, ilyen 25-6-án Elkezdtem használni a Differint, aminek a hatóanyaga adapelén, és imádom. Jelenleg akkor második hónap környékén vagyok, és most ott tartok, hogy minden második este használom. Jövő héttől már minden este fogom használni, és eddig nagyon tetszik, amit látok. Extreme purgingem nem volt, semmi irritációt nem vettem észre. Három hétig használtam hetente egyszer, utána elkezdtem, azt hiszem, hogy két hetente, vagy minden héten egy napot kihagyni, vagyis egy nappal korábban kenni. Szerintem hetente mindegy lényegtelen. Lassan kezdtem el nagyon, de semmi irritációt nem láttam, úgyhogy most már szerintem egy hete, majdnem minden második nap kenem, nagyon izgi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a végeredménye és a kifutása ennek a dolognak. Május. Május első pár napja úgy röppent el, hogy észre se vettük. Szerintem még májusban is egyébként videózgattam, Viszont ötödikén, hogyha jól emlékszem, ötödike volt, kimentünk Bencével Londonba két napra. Ha nem láttátok még a londoni kis vlogot, akkor ezt itt meg tudjátok tenni. Nagyon jól éreztük magunkat, imádtuk, rengeteget sétáltunk, nagyon sok mindent megnéztünk. Nagyon szuper kirándulás volt. Csak két napra mentünk, úgyhogy miután hazajöttünk, igazából ugrottunk is bele a melóba. Én egyébként az elefántot a szobában nem tisztáztam, megvan a kanapém, mert szerintem ti még ezt se láttátok. Miután hazajöttünk, Bence hazament Erdélybe, én pedig megvettem a kanapét, és elkezdtem tovább szépítgetni és építgetni a kis uh, szobámat. Nem sokára kész vagyok vele egyébként, úgyhogy két héten belül, egy hónapon belül szerintem, inkább egy hónapon belül teljesen kész lesz a szoba, és akkor meg tudom nektek mutatni, hogy mi volt az elképzelésem, és hogy mit tudtam belőle megvalósítani. De ugye a lényeg az, hogy elég sokat voltam itthon májusban, május első felében egyedül, és dolgozgattam, kutyával is foglalkoztam, nem vagyok benne biztos, de szerintem még akkor is videózgattam, csináltam a stúdiót, otthon is pakoláztam, rendszerezgettem, akkor volt egyébként a gardrób is. És aztán jött az, hogy a londoni kiruccanásra pontosan két hétre beteg lettem. Olyan szinten lettem beteg, amilyen beteg évek óta nem voltam. És ö, első nap kis hőemelkedéssel, következő három nap 38-3-as lázzal, és még egy-két nap hőemelkedéssel feküdtem otthon, amikor megvilágosodtam, hogy te, Bence, én átjövök a stúdióba, mert van még Covid-tesztünk. Fun fact, kiadtam a sztoriból, második vagy a harmadik napon Bence is csatlakozott hozzám, ugyanazokkal a tünetekkel, amiket én produkáltam, és ketten voltunk együtt betegek, nagyon romantikus program, ne próbáljátok ki azért, és átjöttem a stúdióba a Covid-tesztér, hazacsattogtam vele, megcsináltam, és bum, ahogy ment a csík azonnal. Úgyhogy mondtam Bencének, hogy nagyon halvány, de ez ott van. Ez, ha terhességi teszt lenne, akkor biztos rámondanák, hogy pozitív. Úgyhogy fogtuk magunkat, és rendeltünk még pár tesztet, és következő nap nagyon gyorsan kiderült, hogy mind a ketten brutálisan covidosak vagyunk. Úgyhogy az egy csodálatos két hetet kivett a májusunkból. Május utolsó két hetében végig feküdtünk, nem igaz, egy bő hetet feküdtünk, viszont utána jó pár napig én még nagyon rosszul éreztem magam. Feljöttem a stúdióba a lépcsőn, attól elfáradtam. Az első hét végén ilyen három napra elment a szaglásom, más egyébként nem volt. De hogy a lényeg az, hogy egy jó két hétre igazából kivett minket a körforgásból. És ugye a májushoz hozzátartozik, tartozik, hogy miközben betegek voltunk, akkor jött meg, tehát akkor is lecsúsztam a vérvételről. Nagy tapsot, legjobb időzítés. Június. Ahogy három negatívat teszteltünk egy mentünk ki Erdélybe Bencékhez egy hétre, és ha bár szerettem volna kint videózni, és egyébként egy külön bőrönben elvittem magammal három vagy négy videóhoz való alapanyagomat, és minden minket minden hajas cuccot nagyon durván összepakoltam, hogy videózni fogok, amikor kint voltunk. Annak ellenére, hogy semmi konkrét dolgunk nem volt, úgy elteltek a napok, hogy semmit nem tudtam videózni, Úgyhogy a kis videós táskámat szinte érintetlenül haza is hoztam, amit elképesztően sajnáltam, mert Benceiknél a kert az egy Gyönyörű háttér, és nagyon szerettem volna ott egyedül is videót felvenni, de hát ez sajnos megint elmaradt. És közben egyébként elfelejtem mondani, hogy amikor lett volna időm videózni, mert akár egyedül voltam itthon, Bence Erdélyben volt, nem nagyon tudtam, nyilván, hogyha drasztikusan nézzük, akkor otthon, otthon tudtam volna, de a stúdióban nem tudok videózni nagyon régóta, ez egy különleges nap, konkrétan a mai, ugyanis amióta meleg van, azóta használhatatlan a stúdiónk, mert hogy nincsen légkonding. Tegnapi napon szerintem háromszor 10 percet voltam itt fent a stúdióban. 35 fok volt tegnap, jó, 34. Itt bent szerintem hárommal több a Bence oldalán, itt nálam pedig még hárommal több, ugyanis nekem nincsen kamera újraindítás, remélem rendben vagyunk. Szóval, hogy nálam még melegebb van, ugyanis azon az ablakomon nincsen semmi árnyékoló, és pont körbe az én részemnél megy a nap egész nap, úgyhogy folyamatosan besüt, és tetőtérben vagyunk, ugye, úgyhogy hú, elképesztően katasztrófa. Kettő ventilátorral Hogyha csak rád van irányítva, akkor meg lehet maradni, viszont videózni nem tudtam. Sajnos. Ma, így, hogy csak 25 fok volt, 26, valami esmi, egész tűrhető, ennyi időre kibírom, de 30 környékén és felett vállalhatatlan. Úgyhogy minél gyorsabban szereznünk kell ide egy rendes légkondit, mert ez így nem lesz jó. És igazából, ha belegondolok, akkor a sztorival szerintem elértünk a jelen pillanathoz. Oli egyébként nagyon jól van, amíg Bencével Erdélyben voltunk, addig édesnyájéknál volt, és öcsi foglalkozott vele, ami azt jelenti, hogy amikor ő ment tanyára, akkor Oli is ment vele tanyára, egy hét Hawaii volt a kutyának, imádott ott lenni, nagyon jól érezte magát, majdnem nem akart velünk hazajönni, úgyhogy ennyit a főnök úrról. Jelen pillanatban hol tartunk? Jelen pillanatban ott tartunk, hogy azért szerettem volna mindenképpen ezt a videót felvenni, hogy tudjatok róla, hogy mi van volt velem, és el tudjam mondani, hogyha nem változik a helyzet, és nem tudjuk a légkondit SOS-ben elintézni, akkor valószínű, hogy otthonról fogok videózni, ennyi. Meg kell nézem, hogy következőleg mikor fog megjönni, és kell vérvételre időpontot kérjek, ugyanis... Most már nagyon ideje lenne. Egyetlen egy bibi van, ami félig bibi, félig nem. Jövő héten, kedden elmegyünk nyaralni, ami egy elképesztően váratlan és euh, nagyon hirtelen fordulat. Nem volt tervezve, de megyünk, és nagyon örülök neki. Látni fogjátok, hogy hova megyünk, mert ha minden igaz, akkor fogok vlogolni. És euh, ezeknek a nyaralós, kirándulós,. Euh, vlogoknak még ki kell találjam, hogy hogy lesz a menete, ugyanis a fő videókat szeretném a nagy csatornára tenni, viszont az előzmény videókat pedig szeretném a kis csatornámra tenni. Ha nem tudjátok, akkor van egy vlog csatornám, amit itt meg tudtok egyébként nézni, és leteszem a linkbe a leírást, hogy könnyen megtaláljátok. Szeretnék csinálni a vlog csatornámra indulás előtt Pakoljunk be együtt videót, milyen ruhákat fogok vinni, hogy válogatom ki, stb. Um, stb. Hirtelen ez jutott eszembe, de ilyesmi videókat szeretnék oda felvenni. Illetve az utazásról is szeretnék majd külön, akár több videót is felvenni. Egy hétig ott leszünk, úgyhogy valószínű, hogy több videó ki fog jönni belőle. Ezen kívül még gyorsan egészségügyi részre visszatérve. Jövő hónapban megyek hasi ultrahangra. Szia! Szóval. Ö, ja, a nyaralás, hogy remélem, hogy nem pont azon a héten fog megjönni, amikor a kis utazásunk van, mert akkor még egy hónapot tolódni fog, aminek nagyon nem örülnék. Ezen kívül megyek hasi ultrahangra, nincsen elvileg semmi bajom, viszont ö, amikor a pajzsmirigy ultrahangon voltam, akkor mondta a doki, aki csinálta, hogy ha ennyire szeretnék mindent átnézetni, és igazából semmi célzott probléma nincs, akkor ő azt ajánlaná, hogy egy hasi útrangot mindenképpen csináljunk, mert azzal minden látszik. Úgyhogy én megmondtam, hogy oké, okay. viszont akkor nem volt már időpont, és múlt héten vagy két hetek kértem időpontot, és jövő hónapra kaptam, úgyhogy ez király, nem baj, kivárjuk, a lényeg az, hogy meg lesz. Ezután, hogyha ezek mind megvannak, utána tudok visszamenni az endokrinológushoz, hogy egy kicsit jobban megnézzük, hogy mi is történik, és esetleg tovább, még célzottabban menni. 90%-ban ki vagyok békülve magammal, nem olvasok kommentet sehol, mert arra nincs szüksége a lelkemnek, de ezen kívül tudom, hogy sokkal jobban érezném magam, hogyha úgy néznék ki nagyjából, mint mondjuk nem tudom négy, öt évvel ezelőtt, úgyhogy ez a cél, azóta, hogy covidosak lettünk, nem járok edzeni. Ezen a héten kellett volna újra kezdjük, viszont, viszont így, hogy megyünk jövő héten, nem vettem meg a bérletet, és elcsúsztattam, és azt mondtam, hogy mindegy, ez a hét akkor nem számít, úgyhogy... De hogyha visszajövünk a nyaralásból, akkor kezdődhet végre újra az edzés, az is hiányzik, sőt, egyébként megnéztem, és nagyon jó terem van a szállodában, úgyhogy lehet, hogy viszek magammal cuccot, és egy kicsit tudunk ott is majd mozogni. Az utolsó pont, amire ki szeretnék térni, az hát egy alkotóiválság, Mondhatjuk így, ugyanis veszem észre magamon is, és az egész YouTube-on, nem csak a magyaron, hanem a külföldin is, tök mindegy, hogy milyen országról beszélünk, hogy a beauty videók nem mennek. Tehát olyan, hogy beauty vlogger, az jelenleg egy nem működő dolog. Ami egy kicsit fáj, ugyanis az egyik kedvenc témám a sminkelés, és imádok sminken, és nagyon szeretek új cuccokat kipróbálni. Nagyon szeretem látni, ahogy a komment részlegben elmondjátok, hogy nektek jó volt, nem volt jó, próbáltátok-e már, kipróbálnátok-e. Viszont magamon is veszem észre, hogy nem érdekelnek a sminkes tartalmak mostanában, és nem kötnek le, és annak ellenére, hogy imádni nagyon szeret, csinálni nagyon szeretem. Valahogy nézni én se nézem, úgyhogy megértelek titeket, és tudom, hogy lesztek páran a komment részlekben most is, akik leírják, hogy de én nagyon szeretem, és nézzük, és legyen még, de látom, hogy nem megy. 20 ezer megtekintés sajnos az én csatornámhoz az nagyon-nagyon kevés. Nem mondom, hogy nem lesz, tehát nem hagyom abba a sminkelést a csatornámon, de szeretnék egy kicsit valami új irányba nyitni, és nem biztos, hogy ez a legkivitelezhetőbb módja a mini váltásnak, de mostanában rengeteg utazós és repülős tartalmat nézek, ami azt is eredményezte, hogy egy kicsit jobban, mint kellene elmerültem a repülőgép téma bugyraiban, és minden nap legalább három vagy négy olyan videót megnézek, ami valamelyik légitársaságnak egy bizonyos repülőgép modelljéről készült uh, elemző és értékelő videó. Úgyhogy azt is valószínűnek tartom, hogyha megyünk nyaralni, mert még nem szeretném elmondani, hogy hova, akkor uh, nem hiszem, hogy külön az oda-vissza útról, de egy csak repülős videó lesz. Ezt meg kell, hogy adjátok nekem. Mert elképzelni nem tudjátok, hogy mennyire boldog vagyok tőle, illetve leszek, mert még nincsen meg a videó, és egy kicsit a travel youtuberkedés, ami engem érdekelne, nem biztos, hogy a legfenntarthatóbb formája a videógyártásnak, de, de ez egy olyan irány, ami engem nagyon érdekelne. Ezen kívül tudjátok, hogy nagyon-nagyon szeretek beszélni, szerintem ennek a videónak a hossza is mutatja, hogy nagyon megy. Úgyhogy ha ti benne vagytok, és esetleg ezt most jobban szeretnétek, akkor ilyen beszélgetős, kicsit hosszabb időtartamú, talán azt is lehet mondani, hogy kicsit podcastesebb videókat is csinálhatunk, ugyanis ezt a videót is, hogyha berakjátok vasalás, mosogatás, hajtogatás, vagy akármi közbe, vezetés közbe, néznetek nem feltétlen kell, mert egy helyben ülök, úgyhogy nagyon nem történik semmi. Hallgatni meg tudjátok, úgyhogy ez is egy opció, ezen kívül pedig jelenleg nem tudom, hogy, hogy mi lenne az, amit titeket igazán lekötne és nagyon érdekelne, úgyhogy ha adnátok ötleteket, akkor azt azt nagyon megköszönném. A következő pár napban valamikor egy körmes videó érkezni fog ugyanis uh, az utazáshoz szeretnék körmöt csinálni. Nagyon régen nem volt már körmöm, és most úgy érzem, hogy miért ne egy egész hetet ott leszünk, úgyhogy arra azért lehet körmöt csinálni. Úgyhogy igen, itt tartunk jelenleg, ez történt uh, velem az elmúlt majdnem három hónapban, jól vagyok, nincsen semmi baj, de, de így alakult igyekszem minél gyorsabban úgy összeszedni magam, és kitalálni valami tervet a jövőre nézve, hogy rendszeresen tudjak nektek videót gyártani, ahogy meg tudok valamit egészségügyi témában update titeket, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy nem volt unalmas, és, és végignéztetek. Hogyha végignéztetek, akkor azt jelezzétek a komment részlegbe valahogy. Aki beletekergetett, az ne jelezze csak az, aki végigülte velem ezt az egészet. Úgyhogy igen, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!